A helyzet az, hogy rengeteg szolgáltatásnak a színvonala az romlik. És az érdekes, hogy mennek most már nagyon régóta a motorszerelő képzések, rengeteg motorszerviz nyílt, gumisoktól kezdve mindenféle mechanikai szervizek, márka szervizek, független szervizek, és sokszor belefutsz olyan silány szerelőbe, hogy nem csak szakmailag szar az ember, hanem emberileg is. Egy nagyon durva üzenetet kaptam egy valakitől, azt mondja, úgy kezdték, hogy amúgy az, aki ért hozzá, az ma nincs bent, így más csinálja. Szóval haza óvatosan menjek és csinálja meg, mert lehet, hogy rosszul teszik vissza. Gumit van szó, és kivették a kereket a motorból. Már itt megragyott a lábam. Na rá másodperccel el is borította az a valaki a motoromat. Ahogy próbálta felemelni, a dobot fogta meg, amit sikeresen elhajlított. Később én szóltam rá, hogy ne törje el az első sárvédőmet, mert nem fér ki a kerék, és feszegette kifelé. Szerencsére jött az ész, aki szólt neki, hogy engedje le a gumit, úgy biztos kifér. A főnök mondta, hogy vissza tudja hajlítani nekem a dobot. Mondom, maga gumis, szóval ne nyúljon, hoz, ne nyúljon máshoz, majd a szerelő megcsinálja. Mondtam, hogy remélem egyértelmű, hogy a szerelésért nem fizetek. Azt mondja, majd enged az árból. Mondom, mit gondol? Fizetek úgy a szerelésért, hogy elborítják a motoromat Végül nyilván nem fizettem, elgurultam a szerelőmhöz, aki helyére rakta a dolgokat a kerékkel együtt, ugyanis tényleg nem volt a helyén. Szerintem oda én, Max, akkor megyek vissza, ha verekedni kell. Másért biztos nem, kösz, hogy elolvastad. Azt mondja, update, felhívtak, mert egy csillagot adtam, és azt kívánták, hogy a gumi miatt remélik megdöglök a motorral. Sok más mondtak még, de ez a legszebb. Ez nagyon durva. Ez kurva durva. Hát normálisak az ilyen emberek? Oda mész ügyfélként, ott hagyod a pénzedet, rájuk a technikádat. És utána még ők hívnak föl, hogy te dögölj meg. Fú, gyerekek, ez, ez megérett ez a világ a pusztulásra. De kurvára megérett ez a világ a pusztulásra. Nyilván most ezzel ide fogjátok írni, hogy ez most hol volt és milyen gumiszerviz. Nem írom ki, mert már annyira tele a faszom, hogy folyamatosan én teszem ki az arcomat mindenhol mindenkinek. Majd ha a srác akarja, akkor motoros... Facebook csoportba megosztogatja a sztoriát, azt a vállalja ő azt, hogy őt támadják meg az, hogy milyen cég, de alapvetően pszt, brutál. Egy dolgot tudok mondani. Ha lehet, olyan szerviz vidd a motorodat, ahol ha nem is állsz ott mellette, hogy ne idegesítsd a szerelőt, de legalább egy 10 méterre van egy kanapé, le tudsz ülni, és legalább látod minimálisan, hogy hogy bánnak a motoroddal. Én is voltam már úgy ezer éve szervizbe egyszer, először és utoljára, illetve erre szokták mondani, hogy kétszer, mert először is utoljára, amikor hasonló gumicsere, hivatalos márka szervizbe kivették a, a kereket, a kerékből kiesett a csapágy, begorult valami retkes szekrény alá, és úgy, ahogy volt, amit összeszedett port, koszt, retket, mocskot, úgy, ahogy visszatették a csapágyat a keréknek a, a belsőjébe. És mondtam, hogy ez komoly, le se törli szőrös volt a, a, csapágy, a a szartól, ami, ami a szekrény alatt volt gyuva. És tehát nem szóltam egy szót se. Fogtam, azt, mondtam, hogy én innentől kezdve mindenkit lebeszélek, hogy a, arra, ahhoz a szervizhez vigye. Kurva sok ügyfelet buktak egyébként, mert sok ember szokta kérdezni egyébként, hogy régen is már, hogy milyen szervizbe vigyék. Én ezért szeretek egyébként a Dunamotóba lenni, meg Dunamotóba menni, mert egyszerűen a srácok megtisztelik a járgányokat, ahogy ott tárolják, ahogy le vannak állítva, ahogy a szerelik, az ott Látszik az, hogy motoros arcok, és tudják jól, hogy neked mit jelent a járműved. Ha 30 éves, ha új. És úgy bánnak vele, hogy, hogy mindig azt látod, hogy jó kezekben van a motor. Úgyhogy brutál, brutál. Nyilván az van, hogy ahol ilyen tapasztalatod van, akkor mondd el a haveri körödbe, legalább azok ne szívják meg, meg ha van Mercedes, akkor tedd be a Facebook fórumokba. Tőlem ne várjátok, hogy én harcoljak helyettetek. Tehát nagyon sokan gondolják azt egyébként, hogy az én oldalam meg én azért születtem meg, mert én azért vagyok, hogy mindenkinek a legapróbb problémájába álljak bele nyilvánosan. Kurva sok olyan üzenetet kapok. Ez a srác nem kérte ugyan tőlem egyébként, de nagyon sokszor kapok ilyen pitiáner sérelmek, meg szerelési hibák, meg ilyenek miatt, hogy most majd akkor a Dodor majd jó nyilvános videót csinál róla, és majd meglátod, meg így, meg úgy. Nem szeretnék itt több tízezer motorosnak a teljesen általános előforduló szerelési minimál problémáit megoldani, hogy letörtek egy műanyagfület, meg elvesztettek egy csavart, meg ilyenek, és akkor én az csinálják lehúzó videót, mert, mert ennyire azért nem akarok belemenni. Oldja meg mindenki a problémáját, panaszkodj, tegyél panaszt a főnöknek, hív a, a, tedd meg azokat a lépéseket, amiket te meg tudsz tenni, hogy az érdekeidet képviselt. Fogyasztóvédelemtől kezdve, vagy ha bíróság, hogyha olyan mértékű az ügy, és jár végig az utat, ne. ne Tőlem vár majd mindig a megoldást, hogy majd a dodor megoldja, és akkor te majd hátradősz, én meg az arcomot tartom, hogy ez engem köpködjenek, meg engem pereljenek be. Jó? Úgyhogy mindenki járja végig a problémáinak az útját, és remélhetőleg egy idő után a szolgáltatói körök közül azok, akik trógerek, azok majd szépen kihullanak a picsába. Vagy azokat az alkalmazottakat kirúgják, és majd keresnek helyettük másokat, jobbakat.